Üdv mindenkinek, Scuderi vagyok, és innen a Rustból jelentkezem. Mint látjátok, XP 0, level 1, az azt jelenti, hogy reset volt a szerverem. Resetálták az mindent, tehát eltűntek az épületek, én is, meg a szintjeim is, meg az összes dolog, de hát ugye erről szól a Rust. Állok neki újból, most megpróbálok egy hosszabb etapot nyomni, majd csöpögtetem az epizódokat, de megpróbálok egybe többet játszani, most van egy kis szabadidőm. Aztán akkor talán messzebbre jutok ebbe az XP-s témába, meg hamarabb bejutok oda, hova eddig akartam. Na, itt ezen a tisztáson keltem életre újra, úgyhogy most ott látok egy ilyen tornyot, az valószínűleg a víztisztító területe lesz, úgyhogy én azt hiszem, hogy azt a területet fogom megcélozni, most oda próbálok eljutni. Egyet úszok, itt egy tetemesset, hopp, itt ez elég veszélyesnek tűnik, letúléltem, jól van. Átgázolok itt a mindenen. Ez egy gázló. Jé. Tök jó, ez egy gázló volt. Ha. Én meg azt hittem, hogy úsznom kell, hát ez gyorsan meg oldódott. Na, most akkor itt lesz egy tisztás, ha minden igaz. Magamhoz veszem a kis kavicskámat. Amihez itt nem nagyon van szükség, úgyhogy gyűjtögetni fogok, és mindenféle gyűjtögetni fogok, az első tervem. Főleg kendert és fát és követ és ércet, amit itt találok. Ezen a sziget, vagy ennek a tisztáson. Jó, nagyon nem akarok elkalandozni messzire, mert nem akarom szemelől veszteni a tornyot, az valahol arra fele van. Vagy mi az? Most ott látok valami fura építményt. Az lehet, hogy egy hegycsúcson egy fura építmény. Vagy az a torony. Torony. Minek mentem neki? Ó. Oh. Éreztem, hogy odébb lökött a képernyő. No, hát itt vészesen megy lefele a nap. Jaj, azt a mindenit. Már megint ez a szintlépő hang. Ezt meg kell szoknom. Meg ezek a sutyogós hangok már megint. Azok meg a feloldott tárgyaknak a hangja lehetett. Célirányba vagyunk, nincs itt semmi probléma. Itt mi van? Itt egy nagy szakadék? Nem, nincs szakadék. Hegyes terület. Nem tudom, hogy jöttem fel erre a hegyre. Körbe tekinteni egy kicsit. Talán ez lehetett a célom. Tudat alatt. Jó, most akkor kicsit egy fát kivágunk, már csak a tapasztalatgyűjtés okán is, meg azért is, hogy meglegyen a legfontosabb cuccunk, a hálózsákunk. Le kell raknom egy hálózsákot itt, már éhezek ügyesen. Remélem hamar kivágom. Jó lenne, hogyha hamar összejönne az a hetes szint, ahol járkáltam kb. Meg hát most, mivel több részt nyomnák le most egy ültőhelyembe, így talán a kulcsokkal se leszek annyira bajba. Talán reménykedek, mindjárt XP-t ugrok. Oké, megvan. Jó, lehet is a hálózsák. Ez a Quick Craft, ez egy hatalmas találmány, ez nagyon jó ötlet volt a fejlesztőktől. Ott, mint hogyha egy épület lenne, ott a sarkom elég szögletes. Mindegy, én most fölmászok ide a hegyre. Biztos, ami biztos. És... hát éjszakázni tudok itt azon a területen is. Most nem tudom, hol a torony. Hol a torony, nem látom a tornyot. Már ez a tisztítónak néz ki mindenképpen. Ott vannak a
hatalmas szarkofágok is. Ilyen helyen még aludni is lehet este, mert ez be is lehet csukni nagyszerűen. Kis zsáki. Ezeket le lehet itt rakni egyébként, mert egyik néző mondta még régebben, hogy a hidroglóbuszba le tudta rakni a hálózsákját, hát itt nem nagyon támogatja. Jó van, most már felkészültem ezekre a dolgokra, már nem ijedek meg a szintlépéstől. Megvan a kőcsákány opció. Ott a finomító, lent. Van egy olajkút is. Lehet aztán most realizálódtak azok a dolgok, amik amúgy jellemzőek már a frissítés után, hogy kevés a ládikókba a loot, meg az ilyen szemét dobozok is ritkábbak sokkal. Itt egy híd, ott meg egy hordó, oda lemegyünk. Most már ilyen időbe király sugárzás van. Megurult a nyilvesszőm, aztán tiplizek is ki innen. Na, min van? Óha! Egy másik néző meg mondta, hogy íjra nem lő a helikopter. Néztem videóimat, mert volt egy, amikor a helikopterrel hadakoztam, és szerintem csak mondjuk volt ott nálam más is, tehát nem egyértelmű, de én is úgy, nekem is úgy remélik, hogy ha így van nálam, már az is veszélyes ilyen téren. És kéne egy zárt területet keresnem, az a házikó, az jó lesz. Arra fele próbálok majd. Ennek van valami értelme oda bemenni? Nem sok. Hát még mindig sugárzok. Igazából jól lenne találni ilyen kapszulákat, amik meggyógyítanak. Mindegy, egy ilyet felhasználok, lehet, hogy ez is segít rajtam valamit. Ja, valamit segített, csökkentette a radioaktivitást. Itt most jelenleg nincs ezen a részen radioaktivitás, mert azt jelezné az a fura hang. Itt egy ládikó. Na hát most lett fegyverem. Bőven. Hármas szint. Jé, ezt befalaszták. Vagy ajtó? Nem. Fal. Itt régebben ki lehetett sétálni. Szép naplementénk van. Itt nincs semmi. Itt tudok javítgatni dolgokat. Jó lett egyébként a textúrázás után az épületeknek a kinézete. Kimondottan jól néz ki. Na, átmegyek abban a nagy épületbe is. Annak a tetején is vannak dolgok. Ugye beazonosítom, hogy merre fele van. Ott van, az lesz az. Még van egy jó kis sugárzó építmény. Ebbe nem megyek be, hát ha sugárzik. Ebbe voltam, talán. Nem ebbe voltam. Nem a társába voltam szemközt. Na, szét kapjuk. Üres. Menjünk a nagy épületbe. Tetején ennek van két láda, az biztos, úgyhogy oda fölnézünk. Ja, abba voltam ott kint, ott meg a szokásos vadállomány, azon mindig van valami, vagy medve, vagy disznó mászkál ott azon a hegyen, ami a közelébe van. Lehet, hogy a map az meg nem is változott, mert most láttam ott a hidroglóbusz, és én valahol itt a kettő között voltam. Azt nem írta ki a program, hogy meghaltam volna. Végül is. Még egy kis nyílanyag.
Ide be tudok pottyálni, ez nem olyan vészes, ugye? Ja. Itt mik vannak? Hadd nézzem, itt egy kis terasz lejáróval. Erre fele pedig egy helység. Ezeket még nem textúrázták, ezeket a kapcsoló szekrényeket. Elmegyek erre is. Itt van azt hiszem a kieső sajtó. Aha, nem, itt egy folyosó van. Vezet a sehova, oké. Okay. Jó van. Még amíg látok, addig nézek olyan területet, ahol majd meg tudom alapítani a báziskámat. Vagy hát pontosabban oda, arra a területre kéne vissza jutnom, ahol azelőtt is voltam. És fölmegyek erre a dombra. Ugye meg lesz a 4-es szint. Itt vannak hordócskák és szemetek, azokat még így gyűjtögetem, ha tehetem. Mit találtam? Valami kesztyűt, vagy nem, azt nem kesztyű volt, csak azt írta ki, hogy olyan a hangja egyébként ezeknek az új tárgyaknak, amikor lokkolom őket, unlockolom, mintha távolba lövések lennének, azért olyan meglepő. Tábortüzet találtam. Milyen ritkán talál az ember tábortüzet a valóságba. Nagyon ritkán. Hát ez is egy jó szemét volt, nem volt benne semmi. Lassan elkezdek nem látni semmit. Mit találtam? Egy macsétát. Jó. Egyre kezdek rosszabbul lenni, úgyhogy... ezekben semmi nincs újabban. Konzervet kéne találnom igazából, az lenne a nagyon király dolog. Csináljunk egy papírlapot. És menjünk el a craft rendszerbe. Oldjuk föl, amit lehet. Nem lehet semmit se feloldani. Mit tudok gyártani? Kis doboz nem tudok gyártani. Majd ezután jön a kis doboz. Illetve ezt föl tudom oldani. A kis dobozt ezt fel is kell oldanom. Kéne gyártanom egyet, akárhogy is. Ezt még szedjük szét, hát hogyha találok benne kaját, vagy valamit. Na, mi volt benne? Pont egy ilyet találtam. Hát akkor ez annyi. Meg egy kalapács kell, ez a kettő cucc kell nekem. Lemegyünk oda a téli tájra, ezt lekérjük, ezt a holmit, így. Jaj, de legyen benne egy konzerv, azzal meg kihúzom egy pár percig. Ó, köszike. Még egy csokival is meg leptek, eldobtam a csokit. Hiba volt, ezt meg kéne enni. Este van. Na, hol a legközelebbi lehetőség az építkezésre? Nincs semmi. Jó, akkor itt lesz az én házikom, hogyha ott a torony, itt meg a sík terep, ha itt engedi. Na, hol engedi először? Elképzelhető, hogy nincs 50 fám, de van 50 fám. Hát olyan messze vagyok már mindentől, vagy ez itt nagyon meredek? Ott a torony. Ez már nagyon messze van mindentől, itt már lehetne építkezni szerintem, nem? Én már itt engedném, ha valakinek lennék. Na. Nézzünk valami magaslatot, ahol éjszakázni lehet.
ott is van valami. Ja, aha, az már azért meg túl közel van. Jó, hát akkor lemegyünk ide a... az alsó részbe, még itt lemegyek ezen a dombon. Hol a hidroglóbusz? Ott a hidroglóbusz, ott meg a torony. Oké, akkor ide, oda lemegyünk. Itt keresünk egy síkságot, relatív síkságot, mondjuk itt. Na ez már sík, jó. Jó, itt biztonságban vagyok. Akkor csinálok ilyen, ilyen négyes placot itt. Ja, nincs több fám. Oké, ez jogos, jogos. Jó. És akkor azt mondja, hogy van nekem tábortüzem. Tábortüzem az melyik legyen a... Mondjuk lehet itt a tábortüzem ebbe a sarokba, így. Vagy nem. Legyen abba a sarokba, itt a legsarkába. Gyújtsuk meg. Ez az. És rakjunk bele dolgokat. Ezt a kettő konzit belerakjuk. Így. Ezt is elkészítettük, ezt is belerakjuk. Illetve ezt ide rakjuk. Valahova oldalra. Nem tudom, ide az ajtóhoz, majd itt lesz valahol az ajtó. De rakhatom úgy is, hogy... rakhatnám így is. Nem is tudom, hogy rakjam. Jó közel rakom hozzá. Így. Ó, egyre kitakarja a fényt. Na mindegy. Jó, ezekbe belepakolom a cuccaimat. Mielőtt itt meghalok. Mondjuk annyira most nem vagyok veszélyesen rosszul. De azért ebbe belepakolászom az ilyen kincseket. Ez se kell, hogy nálam legyen. Tervrajz az nem árt, meg a kalapács. Jó. Ezt még esetleg ide valahova elhelyezzük. Hova helyezzük el a zsákot. Valaki is itt bent kéne lenni valahol. Ide be tudnám rakni csak. Jó van. Na mindegy, itt kivárjuk a reggelt. Ja, ezek gondolom elkészültek, azt meg is nézem. Ja, némi fémem lett. Viszont ha ezt kiveszem, akkor tudok csinálni egy azaz egy darab falat. Ó. Reggel is lett, itt vágtam egyet. Ide felrakunk egy falat. Így jönni. Van itt erdő is, jó van, annak örülök. Ide gondoltam az ágyikómat. Ígyni. Jó. Ja, mert ezen elvileg át lehet majd így toporognom, hogyha a falat akarom megoldani. Most elmegyek egy kicsit fát vágni. Mert az kell. Legalább megcsinálom itt a körletet. Ezeket meg elültethetném nyugodtan, hogy állunk időbe egyébként. Jó van, még nem állok túl tréül. Ezzel a baltikával már könnyen kicsapkodom ezeket a fákat. Ezt a két fát kivágom, és akkor még valamit ott azon a részen megpróbálok csinálni. Ja, hogyha ezzel összejönne netán, akkor a szekrényt is legyártom. Nem tudom, azért az két fa minimum kell hozzá szerintem. Egy fa az mennyi? 700, ja. Jó. Hát akkor mindegy, akkor ezt megcsináljuk. Kivágom hozzá az 1000 fát, és akkor legyártom egyből a szekrényt, hogyha azt szerintem az alap.
alapcucc, még egy-két ütés, aztán megvan. Oké, el is fogyott minden fám, folytathatjuk a munkát. Akkor ezek után kivágok újabb két-három fát, és akkor addig létre is jön a... Megyünk a... Hol van a legközelebbi erdő? Arrafele. Oda beloholok. Itt vannak ilyen cuccok, közben összeszedegetem. Ja, itt sok fa van, itt lesz bőven, úgyhogy... Meg elég sok a kő is, úgyhogy biztos, hogy akad majd bányászni való kövecske is, ott is van egy... Kajával is úgy nagyjából megvagyok, hát egy olyan 7-3 fát most így ki kell csapkodjak. Ahhoz, hogy megfelelő mennyiség legyen. Most nem fogom túlzásba vinni az építményt, amit fölhúzok. Egy darab kis egyszer-egyes valamit húzok föl, és akkor azt próbálom majd kicsit megerősíteni. Ez egy jókora fa, nem tudom ebben mennyi lesz. Addig úgy sem érdemes nagyon balkácsolnom, amíg készül a szerszámos szekrény. Úgyhogy nyugodtan vághatom a fákat. Közben egy XP csík lefogyott, 11 XP-n van, úgyhogy majd tudok állokkolni dolgokat. Most ha látok valami vadat, akkor ezt le kéne ölnöm majd, ügyesen. Hol járunk egyébként? Ó, szép mennyiség. Akkor ezt már csak ezt vágom ki. Jó, nem, azt még kicsapom, azt a nagy, hatalmas fát, ez kezdetben így elég lesz, szerintem. Akkor még kijön az ajtó is. Meg talán a zár is. Kulcs alá tudom helyezni az építményt. Hát az elején nem muszom meg kulcsoznom kell. De addig megpróbálok nem nagyon fejlődni tovább, már hogy ilyen sok kulcsot ne kelljen használnom. Tehát úgy megoldani a dolgot. Majdnem, hogy addig nem érdemes fölfejlesztenem a második részét a helységnek, amíg föl nem találom a feljárót. Bizony. Mert ugye a feljáróhoz meg szükségeltetik az, hogy egy lyuk legyen a házamon, és egész sokáig ott a lyuk, akkor hiába van a ajtóm, ott bárki beugrálhat, attól függetlenül, hogy ez egy PvE szerver. Ja, aztán most ültetünk egy csomót, és most kipróbáljuk az elméletet, amit javasoltatok, hogy nem kell olyan sok, vagy nagy helyre ültetni ezeket a kendereket, hanem lehet egy kupacon az egész, úgyhogy azt is letesztelem majd. Na, ezt ide jól a sarkába gondoltam. Úgyhogy még ne lógjon ki, de azért nem tudom, milyen széles egyébként ez a kis szekrény. Hogy milyen széles a szekrény, hadd nézem, nem látszik az a baj. Elég széles, jó, akkor kb. Így kéne, valahogy így. Na, benn van? Bennám. Egész jól eltaláltam. Itt el tudom indítani a tüzet is. Ja, nincs benne fa, azért nem tudtam elindítani. Oké. Ebben vannak a kincseim, nagyszerű. Akkor most megcsináljuk a falakat. Ja, hozzáadjuk magunkat, ezt mindig elfelejtem. És jöhetnek a falacskák. Ja, az itt lesz. Kiférek, oké. Lesz, most kifele fog nyílni az ajtó, hogy véletlenül se bagoljak bele. Mert azt is azért mindig meg szoktam oldani, hogy ügyesen belebagolok a falamba. Na, ide egy talapzat kéne. Jó. Oké, nem lehet hozzáférni itt se, ott se, amott se. Jó. Jó, hát egy ekkora házikóra gondoltam, így elsőre egy négyes placon. Akkor ennek adunk egy tetőt mindenképpen. Ez egy keret, ez meg egy tető. Jó, és akkor mennyi fánk maradt? Hát ezt még szerintem meg is tudom erősítgetni. Ez nem sok fát igényel. De ha igen, akkor majd elmegyek és vágok.
Bőven jó vagyok. Ide egy ajtó. És egy zár kell. És akkor ez a része, ez rendben lesz. Így védett a házikom. Még egy ládikót szerintem, még akár ide is be tudok tuszkolni. Erre a részre, meg egyet oda a túloldalra. Ja, úgyhogy akkor még nem fogok itt nagyon beszorulni. Hát ez kutyuska. Jó, hát ezt kivégeztük. Ez rosszkor járt, rossz helyen. Hova tűnt? Hova tűnt? Hallom az üngmögését, de nem látom. Még itt esett össze valahol. Na itt vanni. Aztán ilyen nagy a fű. Oké. Na nézzük, mi volt ebbe a kutyusba. Mehetek sütni. Ebből csinálunk olajat. Azt tudok csinálni? Aha, tudok. Max olajat. Mert hogy volt nálam kender is, jó van. Ötös szint, tök hamar elértem. Kifele nyílik, igen, akármilyen ronda. Mert nem akarok bebagolni az ágyikomba. Így is elég cinkes, mert kicsit kilóg a zsák széle. Innen mondjuk nem elérhető, de kockázatos mindenképpen. De talán így azért még megúszom a dolgot. Na, tegyünk rá egy zárat. Oda. És csináljunk rá egy kulcsot. Meg még egyet. Jó. Kinyitva. Ajtó kinyitás. Hogyan van, kinyitás kulcssal, igen. És akkor itt mi van még? Bezárás kulcssal, ez az. Jó, most be van zárva. Elvileg, hogyha ide berakom a kulcsaimat, akkor nem tudom kinyitni. Helyes, helyes. Csak kopogni tudok magamhoz, annak meg nem sok értelme van. Hűha, jól van, elszaladtunk az időbe. Ezt lerakom, és akkor jövök vissza hamarosan új epizóddal. Az ötös szintén jutottam, szerintem tök jó haladok. A következő feladat a külső körletnek az elkészítése, az nem lesz zárt. Rakok fel ajtót, de nem rakok rá kulcsot, szerintem. És ott lesz a kemence részleg, és akkor megy az olajért folytatott harc, elmegyek olajat keresni. Most van pár tubus ilyenem, alacsony minőségű üzemanyag, amely ezzel meg tudom hajtani a olajkutat is akár. Vagy elmegyek a hidroglóbuszhoz, keresek olajos kannákat, igen. Az jó biznisz volt, azt hiszem. Jól van, köszönöm a figyelmet, sziasztok!